következő film, amelyről pedig beszélni fogunk a most elkövetkező fél órában, az, hát hogy is fogalmazzak, az európai mozi válasza Tarantinóra? Ez nem más, mint Guy Ritchie. És a szerintünk legjobb Guy Ritchie film a Bluff. Mint száz, a Bluff a következő film, amelyet értékelni fogunk. Nekem az a nagyon-nagyon nagy kedvencem. Tehát, hogy így a Ravasz az agy és két füstölgő puskacső volt az első Guy Ritchie film, amit láttam. Azután láttam a Bluffet, és akkor az volt az érzésem, hogy újra forgatta. Tehát, hogy így nagyon, nagyon hasonló film a kettő. Tehát szinte ugyanaz a film a kettő, de úgy gondolom, hogy a Bluff az valahogy mégiscsak kifinomultabb, valahogy mégiscsak ott még hát tudott emelni egyet csiszolni. A téten, igen. Igen, 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 igen. Tehát, hogy így egyszerűen brilliáns, tehát, hogy amilyen karakterek abban a filmben vannak, én szerintem én megkockáztatom, hogy a Bluff a legszórakoztatóbb film, amit valaha életemben láttam. Tehát a három darab top spiller van a filmben, akik keresztezik egymás útját. Sok spiller van benne, de három olyan van, aki azt képzeled, hogy annál nincs tovább, nincs magasabb. A Bunkó az egyik, akit az Ellen Ford játszik, nekem az abszolút kedvenc karakterem a filmben, tehát hogy annál kegyetlenebb, pszichopata, szadista állat nincsen. Akkor Tony a másik, a Vinnie Jones testesíti, személyesíti meg, hát az is remek, és ugyebár Boris a penge. Ugyebár őről azt kell tudni, hogy őt Rade Seberzia játsza, tehát ugye tényleg egy rendesen szláv karakterre bízta, tehát ez nem bízta a véletlenre, hanem inkább Rade Seberziára bízta a rendező. Egy szó mint száz, hogy ők hárman egyikről se tudod elképzelni, hogy halandó. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól fel vannak építve ezek a figurák, és aztán van megszámlálhatatlan nyomorult hülye. És leginkább ez a vicces a filmben, hogy ezek a szerencsétlen hülye barmok, az a néhány nagyon profi, de nem gyilkos fajta, akik jellemzően a zsidó gyémánt kereskedők, valamint a rohadt kegyetlen gyilkosok és a félőrült pszichopaták. És az akkor ezek keresztezik egymást. Nem tudom, annyira profi módon megírt forgatókönyv, mint amilyen a Bluffnek van, én nem is tudom, hogy láttam-e már valaha. És hát a legnagyobb poén a történetben az, ugyebár ez a címet is ezt kölcsönzi, mi a Bluff, valójában az, hogy az, akiről azt gondoltad, hogy a legnyomorultabb hülye, vagy a legszerencsétlenebb nyomorult balek a filmben az a legnagyobb spíler, és az a végén az, aki a pontot felteszi az íre. Vagy hogy is fogalmazzak. A cigó. Egy gond van a cigókkal, vagy a romákkal, ha úgy tetszik. Érthetetlen nyelven beszélnek. Mi, te vagy Tommy? Lakókocs ügybe. Mr. O'Neill. Ne vakerázz rá. Mondjad, Miki. Nem tájszólás. Dialektusnak sem nevezhető. Gizalónak jó ám. Egyszerűen csak. Szóval cigónyelv. Azt a kurva! A bazi nagy állat vagy! Ha mekkora vagy már? Csávokám! Mika gágyó mi? Szép nagy feje van. Hé, hey, Muride! Nézd már mekkora burája van! Bunyozzunk, Benga! Félsz mi? Mutasd egy lengőmaflást! Ne buzogjál, fiam! Elszopogatnak egy kupicával. Ó, bizony, jól esne. De csak italt szopogatnak itt nálunk, világos? Húzz szépen a francba, kisköcsög! Amelán csak te állszhat! Na gyere! Ne mórikálj, Miki! Van rendes piánk is az uraknak. A nagy medve nem jön be velünk? Nem, ő vigyáz a kocsira. Mitől fél annyira, hogy elbugázzuk? Dehogy szó sincs ilyesmiről, csak parkolóira szakmája. Jó kuta, csípj a kutákat! Kutákat? Mi? A kutákat! A kutákat! Na, szereti? Ja, a kutyákat. Hogyne. Jó a kuta. De a lakókocsi még jobb. Na, jöjjön be. A romák messzeföldön híresek jó üzleti érzékükről. A sajátos nyelvezet is nyilván ezzel függ össze, így véletlenül se lehet követni az üzletmenetet. Ha
Tominak sikerül jó áron megvenni a lakókocsit, kap tőlem egy lufit, és meghívom fagyizni. Látsa, kuta! Látsa, csalá! Vigyázzon a kablökire! Lehet, hogy hombágya lent, de kinevi! Na, csocsa, ezt gyukál! Jó, a verd a főnek! Hello, Mickey! Számos szál szalad a filmben végig, és azt képzeled, hogy ezeknek aztán semmi közük nem lesz egymáshoz, és aztán jön egy autóbaleset, ahol gyakorlatilag mindegyik szál így elindul valamerre másfelé. Tehát, hogy így minden összekuszálódik. És hát így válhat a vesztesekből győztes, a győztesekből meg hulla. Igen, és ami már Tarantinónál is pedzegettük, de itt is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kap, az a különböző nemzeteknek az együtt mozgása. Igen. És hát azért Anglia is egy gyönyörű olvasztó tége. Főleg egy, London. Igen, és hát itt most megint csak ki kellene térnünk arra, hogy szinkron, nem szinkron. Hát nyilván ezt azért eredeti nyelven érdemes megnézni, hogyha az embernek van egy kis angol nyelvtudása, vagy talán a kicsinél egy kicsit több, akkor át tudja érezni azt, hogy milyen iszonyatos mennyiségű nyelvi poén van még elrejtve a filmben. És nem ragad le csak a nyelvnél, hanem kiteljesíti ezeket a karaktereket, hogy ezek a nációk, ezek hogyan képesek együtt mozogni, trédelni. Ugye az amerikai zsidók, gyémánt kereskedő hát az londoni, angol önmagát zsidónak tituláló, igen, és még a családját is megtévesztette, tehát hogy konkrétan pusztán azért, hogy a gyémánt bizniszben jobb pozíciói legyenek, akkor az orosz, ugye, akkor ott vannak a rastafekák, tehát hogy így tényleg rengeteg náció, és mindegyiknek valahogy mások a szokásai, de valahogy mindegyik mégis ugyanazt akarja, konkrétan a gyémántot, illetve konkrétan a fogadást, és illetve konkrétan a lóvét, tehát hogy ennél felszínesebb, és ennél szórakoztatóbb filmet még soha nem láttam, az az igazság, tehát így ebből, hogy mondjam, tehát a karakterek nagyon jól meg vannak mutatva, iszonyatosan felszínesek, tehát egyiknek sincsen, két centiméter mélysége nincsen egyiknek se, de a felszínen annyira parádés az egész, hogy az hihetetlen. Tehát nem akar mélyebbre menni, tehát szerintem itt nem az a lényeg, hogy ő nincs történetük a hősöknek, nincs jellemük, vagy hogy mondjam, karakterük van, de valahogy nincs sorsuk, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy így egyszerűen... Csattanókat rak egymás után, igen. És igazából ebből adódik ki a dramaturgiája az egész filmnek, de úgy gondolom, és egyébként Guy Ritchie-nél is ez elmondható, hogy amit már Tarantino szemére is vetettünk, hogy azért ez egy idő után el tud laposodni. Tehát, hogyha nem tudja megismételni, vagy nem tud elmenni egy drámai mélységbe a film, akkor ez egy idő után nem feltétlenül lesz, tehát hogy mondjam, nem lesz érdekes már. Sajnos filmőrült vagyok, magam is írja az SMS író, ezért vitatkoznom kell. A Lock, Stock autentikusabb szerintem, főleg Brad Pitt harcosok klubja utánérzése miatt, de azért az Is anything to declare, yes, don't go to England befejezés üt. Igen, konkrétan így végződik a bluff. És ez a szűke szinkron Tominak, hát Brad Pitt egyik, hanem a legnagyobb alakítása, a roma csávó írja nekünk B. És az a műbőrkalap, az milyen, meg egyáltalán az a karakter, és egyáltalán azok a cigók, tehát meg az a, tehát jó, szerintem hibátlan. Tehát hogy az igazság, hogy... Jó, ez elfogult van nyilván, és azért ez egy elég megosztó film, tehát nagyon, tehát például konkrétan a barátnőm unja, tehát ő megmondta, hogy... Mert hányszor látta? Hát szerintem lehet, hogy egyszer sem látta végig, mert elaludt rajta. Hogyan? Nem értem. Jó, ez nőnek kell lenni, nem tudom, ez így... Ki mersz jelenteni egy ilyen szexista? Már meg is tettem, ezeket soha nem okozott gondot. Egy problémát sem. Egy szó, mint száz. Ez a film, ez minden pillanatban szórakoztató. Tehát vannak olyan filmek, amelyeknek minden jelenete jó. Ez meg olyan, hogy itt minden megszólalás brilliáns. Tehát itt, ez tényleg olyan, hogy itt a levegővételek is szórakoztatóak. Tehát tényleg itt azt szokták mondani, hogy géppuska módjára ropognak a poénok a jó filmekben. Tehát itt nem géppuska, hanem golyószóró. Aranyszabály, hogy nem szabad a holttestet egy darabban felemelni. Úgy tartják a legeredményesebb módszer az, ha a hullát 6 darabra szeljük, majd egymásra pakoljuk. Elárulná valaki végre, hogy ki ez az alak? Szóval, amint megvan a 6 részecske, szabaduljunk meg tőlük, mert ugye már nem tanácsos a mélyhűtőbe tenni, hogy a mama megpapizza. Most jön a leghatásosabb eljárás. Megetetjük a disznókkal. Pár napig éheztetjük a sertéseket, és aztán a csonkatest látványától is összefut a nyál a szájukban.
Jobb ha és fog hiány adni a tápot, a röfik emésztése véget. Így az állatvédők is elégedettek lesznek, persze nem tilos utólag fogat húzni, de ki akar záróakkordként disznószarba turkálni? Úgy bepuszíják a csontokat, mintha vajat nyalnának. Egy ilyen pazar lakomához kb. 16 kismalacra van szükség. Nem hiába mondom mindig, hogy óvakodj a disznótenyésztőktől. Egy jól megtervezett 100 kg-os testtel 8 perc alatt végeznek. Ami azt jelenti, hogy egyetlen koca egy egész kilogramm rágós nyers hús csócsál el percenként. Lásd a kifejezést. Mó vagy, mint a disznó. Kösz a felvilágosítást. Már is megkönnyebbültem. Megtudhatnánk, miféle állatfarmon nevelkedtél, hogy emberi táppal eteted a disznóidat? Tudod, mit jelent az, hogy nem ez is? Az érintett erősebb fél kinyilatkoztatása a méltó büntetés mértékét illetően. Az érintett fél jelen esetben egy szadista állat. Én. És ez az Ellen Ford egy senki színész. Sehol, semmiben, soha nem játszott. Tehát nem viccelek, soha, sehol, semmiben. Utána néztem, tehát utána jártam a figurának. Ez a csávó, ez semmiben. És hogy egy ilyen gyöngyszemet hogy lehetett kikapni? Tehát, hogy ez ezeknél a rendezőknél, értem ez most a Tarantinót, ugye meg Guy Ritchie-t, akik alapvetően karakterekben gondolkoznak, és a sztori annyira nem érdekli őket, vagy nem úgy érdekli őket, mint mondjuk a karaktereknek a megformálása. Ezek az emberek valahogy az átlagnál jobban bánnak a színészekkel. Hát nézd meg, egy Vincent Vegát kihozni a Travoltából. Hát egyáltalán a Travoltát reaktiválni, nincs a kibeszél már 4 után, tehát az már önmagában egy művészet, ugye? És ugye itt van ez a Ford, aki szintén egy teljesen no-name emberke valahonnan Anglia, nem is tudom, underground színházas világából. Igen, igen. És ezt a pszichopatát. Tehát, hogy igazi pszichopata. Tehát ténylegesen, tehát az a... Elhiszed neki. Igen, őnek igen. Tehát igen, de ez a csávó, ez, hogy mondjam, ez annyira elvetemült, hogy már-már ilyen Hannibal Lecter-i szinten van. Amellett, hogy hát így százszor szellemesebb. Tehát így teszem hozzá rögtön. És akkor ott van Boris. Tehát Boris is olyan, hogy Boris is, hogy mondjam, szemrebben és nélkül lövi fejbe ugyebár a négy ujjú Frankit, hogy emlékeznek a filmre konkrétan, és hát Tony. Tony ugyebár, akit Vinnie Jones játszik, aki egyébként két állandó figura van, akihez a Guy Ritchie állandóan hozzányúl újra meg újra, az egyik az Vinnie Jones, a másik meg a Jason Statham. Tehát, hogy ők mind a ketten játszanak a ravasz az agyban is, meg a Bluffben is. Tehát, hogy ők azok, akik nagyon beváltak ő neki, és hát egyébként ők hárman azok, a bunkó Tony és Boris, akire azt lehet mondani, hogy ők a Bluff, jó, a rossz és a csúfja igazából. Tehát ők azok a három legyőzhetetlen figura, akik csak egymásban tudhatnak kárt tenni igazából. És ami egyébként itt a legszórakoztatóbb mindig, az a véletlen. Hogy a véletlenek azok, amelyek beleszólnak, vagy belenyúlnak a cselekménybe, és elkezdik felforgatni az egészet. Nagyon sok, nem hallgathatunk arról, hogy nagyon-nagyon sok rokonságot mutat a Bluff és a Ponyva regény. Mégis a Bluff valahogy legalábbis az én nekem személy szerint közelebb áll a szívemhez, talán azért, mert sokkal európaibb. Talán azért, mert nem... Mert amint azt az imént hallhattátok a bunkónak a monológiából, a Guy Ritchie szereti a fölényes nemeziseket, hogy így fogalmazzak, de valahogy mégis kevesebb van belőle. Valahogy még hogy mondjam, a májerkedés az mégiscsak a figuráknak valahogy a történetéből bontakozik ki. Hát igen, meg ott van ellenpontnak a török, aki végig egy teljesen, hát mondhatni passzív figura. Tehát igen. Ő igazából sodródik történnek az ára. Történnek vele, igen, a dolgok. És egyébként, hogyha már a jó, a rossz és a csúf analógiáját választjuk, akkor lehet, hogy nem is a Tony a jó, hanem inkább a török, mert igazából nem... Jó, de a török nem tekinthetjük mesterlövésznek. Tehát, hogy mondjam, ő nem az a szint, ha érthető ez. Igazából, és itt sincs moralizálás. Tehát azt kell tudni, hogy a Bluffben sincs moralizálás. Tehát szó nincs arról, hogy itt a jók megmaradnak, a rosszak azok meg elpusztulnak. Nem. Valami majd lesz a végén, és valahova majd kerül a gyémánt. Azt majd meglátjátok, de hogy szórakoztató módon fog oda kerülni, az garancia. És hát van itt a Vinnie Jonesnak is egy nagyon-nagyon erős pillanata,
amikor ugye Tony szerepében szembesül azzal a három feka gyerekkel, akik megpróbálják ellopni tőle az ő, azt, ami az ő tulajdonában van, de ő neki eszében sincsen odaadni nekik semmit. Kerüljük a felhajtást. Nem akarom szétülni a pofát, de ha kooperálsz, az hétszentség, hogy a ponty a tevéredben fog elsüllyedni. Ki vagy, Morci? Löde. Júj! Ha nem tévedek, te vagy a főfasz. És adok ott két oldalt a golyóid. Kétféle golyó létezik. A bátor béka golyó, és a lőttyed kis buzik golyó. Ezek voltak az utolsó szavaid. Vedd úgy, hogy imádkozol. A farok, mint olyan célra törő és tisztán látó. Csak nincs agya. Amint tiszagot érez, rögtön akciózni akar. Téged is megcsapott a jó öreg pociszag. És hozzá csapódtak a csökött kis golyóid is, hogy egy jót bulizzatok. De te összekeverted a szezont a fazonnal. Itt bizony nincs punci. Csak azt fogod kívánni, bárcsak puncid lenne. És akár egy pöcs, elkezdesz tökölni. Lankad az érdeklődésed, a két kis golyód veled együtt megy össze. Továbbá az a tény, hogy másolat van a pisztolyodra vésve. És az, hogy sivatagi sas 0-50 van az enyémre vésve. Sajnos további összehúzódásra készteti a díszes golyóállományodat. Hát akkor kapjátok be. Na, ez az ezredforduló nagy megfejtése, és ez az, amit, amihez most hozzányúl a Guy Ritchie is. Mint ahogyan a, igazából a Unforgivennek, a Nincs Bocsánatnak a végén is ezt látjuk, hogy nem olyan nagyon egyszerű elsütni egy fegyvert. Még hogyha egy méterre van tőled a te lehetséges áldozatod, és a kezedben van a csőre töltött fegyver, már föl van húzva a kakas, és már csak meg kéne a ravaszt húzni, az nem olyan egyszerű. Mert ennek van, ennek az egész történetnek megölni egy másik embert, az életére törni, ennek van egy pszichológiája. És itt ebben a jelenetben megvan, ennek nagyon-nagyon-nagyon mélyen megvan ennek a pszichológiája. Ugyanúgy, ahogyan szintén a Clint Eastwoodnak, a nagyon nagy mesternek most az utolsó filmjében, amivel legalábbis játszott, a Gran Torino-ban, ahol a puszta ujjával egy egész bandával leszámol, úgyhogy fegyver sincs nála. Tehát, hogy ez az egész dolog alapvetően a fejben dől el, és nem a kézben. És az a régi, jó kis gagyi, pisztolypörgetős western filmeknek, meg egyéb bosszú eposzoknak, és egyéb ilyen gyilkolós filmeknek a nagyon-nagyon komoly fricskája ez, és a Guy Ritchie kezében nagyon-nagyon jól áll a sivatagi sas 0-50 feliratú fegyver. Megint egy pessimista zárlatra készülünk, már ami ezt a félórás blokkunkat illeti. Újabb filmjeit látva a Guy Ritchie-nek, például a Revolver című filmjét, vagy például a legutolsó Spiller című, vagy a eredeti címén Rock'n'Roll című filmjét. Nekem a Spiller az... Hát, nekem nem, sajnos. Sajnos az a benyomásom, hogy a Guy Ritchie sajnos mégsem egy nagy rendező, csak valamikor valahol talált valamit, akár csak Zsákos Bilbo a hatalom gyűrűjét. Kipattant valami isteni szikra a fejéből, írt belőle egy filmet, kétszer leforgatta, mind a kettő nagyszerű volt, és azt hiszem, hogy ezzel ki is ürült a tár. Tehát, hogy a Spillerben két jelenet van, ami miatt nem lehet elásni. Az egyik az, amikor ugye megpróbálják ellopni a kocsit. Igen, az erős. Még mindig vannak erős jelenetei, de maga a film már nem fogható a blöffözés a ravasz az agyhoz. Ebben azért gondolom egyetértünk. Tehát ez egy nagyon unalmas és egy nagyon vontatott filmről beszélünk. Hát szegénynek volt egy együttérése Madonnával. Na hát igen, a Madonnának sikerült Guy Ritchie-t is tönkreteni. Tehát az igazság, hogy Madonna az a szivola, aki akármihez hozzányúl, az leértékelődik, az a sárga földön lesz egyelő. Sajnos ez a helyzet. Az a baj, hogy a Guy Ritchie most ott tart jelenleg, nagyon nagy válságban van. Én ezt kimerem jelenteni. Kezd visszajönni, én meg azt mondom. Hát én meg azt mondom, hogy még csak most kezd alászállni. Ha egy kicsit is változtatni akar a saját brandjén, akkor az csak azon az áron tudja megtenni, hogy gyöngíti azt. De nem tud új szint vinni a saját dramaturgiáiba. Sem elmélyülni, sem az önnön kerékvágásából kifordulni nem tud. A Guy Ritchie-ről mindig az jut eszembe, hogy benne ül egy autóban, és egy olyan autóban ül, amiben egyetlen pedál van. A gázpedál. Nincs benne kormány, hogy változtasson az irányon, nincs benne kuplunk, hogy új sebességfokozatba tudjon kapcsolni vele. Csinált a BMW-nek egy reklámfilmet, az erről
erről szól. Igen, de nem is lenne gond azzal a gázzal, mert azzal lehetne játszani, csak az a baj, hogy a Guy Ritchie már a rendezői pályájának a legelején tövig nyomta a gázt. És most, hogyha most már csak ugyanazt a kört tudja újra meg újra teljesíteni, és az már kevés, és ezt ő is érzi. És ezért aztán a gázpedállal már csak úgy tud játszani, hogyha egy kicsit elveszi a lábát róla. És ezzel lassulni fog. Tehát egyszerűen nem nagyon, de mi a száguldás szerelmesei vagyunk, és a mi számunkra sajnos érzékelhető mértékben lassul. És ennek nem örülünk. Szóval Guy Ritchie lassul, és nem mélyül. Márpedig annak örülnénk, mert azt szeretjük egy rendezőben, amelyik parádésan felszínes fiatalon, hogyha ahogy öregszik, úgy tud elmélyülni. Hát ez Guy Ritchie-ből jelenleg még hiányzik, de mi nagyon reméljük, hogy majd ránk cáfol a jövőben. Ez a film, a Bluff minden esetre egy brutális 9-es, legalábbis én szerintem. Te hogy állsz ehhez? 9.